bronzmérkőzés, méghozzá a második, az elsőt a néplegeben a Ferencváros nyerte 3-2-re, most a helyszín a Szombathelyi Király sportlétesítmények műfüves pályája, zöldben, halványzöldben a fővárosiak. Nagyszerű kiugratás Horváth Boglárkától, nézzük Kaján Zsonát mit tesz. Dömsödi Petra először véd, aztán keresztbe gurul majd a bal oldali részről középre, onnan vágták ki, izgalmas jelenet sor végén. Jön egy Viktória lehetőség, elviharzott Ferencsik a bal oldalon, és a lövés fölé Marsai. Még azért német beletette a lábát. Harsányi Andrea hibázott, így most Kaján mehet, Kaján forgolódik, aztán csak beérték, így megzavarták a lövés pillanatában. 37. perc. Nézzük középen. Mi lesz? Henke Manhart! Nagyon nagyot mentett védőskapos együtt. Egyébként az osztrák légiós lett a szezon legjobb játékosa a Jetson Ligában. Ismét a fővárosiak passzolgatnak, ugye már a második félidőben járunk, 52. percben. Elcsúszott, így sikerült a lövése Kajánnak. Sorra jönnek a ferencvárosi helyzetek. Zeller elől tisztázott a védő. Remek labda ki balra. Nézzük, mi lesz ebből. Gól a brazil, Giovanna de Oliveira. 77. perc, lehet, hogy ezzel eldőlt a bajnoki bronz sorsa. 7 perccel korábban jött be egyébként Giovanna, jó csere volt. Most meg ő indít, miközben már kimaradt egy újabb ferencvárosi helyzet. Ez a meccs talán legtisztább zítszere Zeller, elfinomkodta. Nézzük, összejön az egyenlítés, nem mellé durrantott széles Viktória. És ezzel a győzelemmel a Ferencváros újoncként szerezte meg a női élvonalban a bronzérmet. Azért küzdöttünk, ezen a meccsen nyújtottuk eddig az egyik legjobb teljesítményt. Az ellenfél sokkal jobban játszott, mint mi, de hát szerintem mi is jók voltunk. Jövőre próbálunk még ennél is jobb teljesítményt nyújtani. Gratulálok a Ferencvárosnak, mert nyilván, hogyha egyszer, hatszor vagy hétszer találkozunk, ebből 5 alkalommal, igaz, hogy mindez 5 alkalommal csak egy-egy góllal tudnak bennünk megverni, némi szerencsével. De akkor azt kell mondani, hogy ezek alapján ők voltak a jobbak. Ez a csapat megérdemelt ezt a bronzérmet. Végig az egész szezon során én azt gondolom, mindenki megtette, amit tudott. Mindenki nagyon keményen dolgozott, úgyhogy teljes mértékben azt gondolom, hogy megérdemeltük ezt a bronzérmet. Hát egy kicsit csalódottak is vagyunk, mert szeretünk volna bajnoki döntőt játszani, ez most nem jött össze. De tényleg nem kell elkeserednünk, mert jó teljesítettünk ebben az évben. Közel volt hozzánk a bajnoki döntő, de hát úgy látszik, hogy az élet még arra tanít minket, hogy egy kicsit türelmesebbek legyünk ezekkel a gyerekekkel, meg saját magunkkal szemben.